Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A heti jóslás augusztus 20-áig. Jelenleg van egy kedvezmény, illetve egy akció, ez nagyon előnyös, hiszen ingyenes. Ingyen megkapod a te személyes szerencse számodat. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül, amit én megválaszolok. És most megnézzük azt, hogy mi történik augusztus 20-áig. Hétfő itt látható. Hétfő felett a hold uralkodik. Jelenti az anyukát, az anyai témát, az érzelmeket, a vágyakat, az elképzeléseket. Mi történik hétfőn? Itt látható ez a ház, jelentheti a te otthonodat, vagy egy ingatlan bérletét, vagy vételét, vagy eladását. Ez a ház jelenti a környezetet, a szomszédokat, és jelentheti a szülői házat, vagy a családot. Azon kívül szimbolizálhatja a hivatást, amikor szeretnél valamit kiépíteni, egy magán cég kiépítését, vagy jelenthet munkát otthonról. Kedden a Mars bolygó uralkodik, jelenti a mi életerőnket, és utal a férfiakra, hiszen Mars az egy férfias energia. Mi történik kedden? Itt látható ez a férfi, tehát jelenti a férfiakat, ők állnak a középpontban, irányítják a dolgokat. Ez a férfi lehet a te társad, a te lelki társad, és mivel itt megjelenik a képen, az előfordulhat, hogy találkoztok véletlenül, vagy lesz kapcsolat kettőtök között, hiszen közeledik hozzád. Szerda felett Merkur bolygó uralkodik, jelenti a tudást, a tanulást, a cselekvéseket, a kommunikációt, esetleg szerződéseket. Kedden új hold van, az indiai asztrológia szerint az oroszlán jegyében. Ehhez hozzá kell fűznöm, hogy ez a számítás, tehát az indiai asztrológia nagyon-nagyon precíz. Mit jelent ez az új hold? Új hold általánosságban jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Itt az oroszlán jegyéről van szó. Feltehetjük a kérdést, mi vagy ki áll most a középpontban, hiszen az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a nap a mi naprendszerünknek a központja. És ez most a fő téma ezen az új hold napon. Ezen a napon, tehát szerdán, augusztus 16-án van egy Lilith energia. Ez a Lilith energia aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez összefügg a hold mozgásával, és ezen a napon, tehát szerdán, a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami legmesszebb van a Földünktől. És ez kivált nálunk bizonyos gondolatokat, vagy érzelmeket, amikor úgy gondoljuk, hogy ez az álom nem lesz megvalósítható. Hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk a terveinket. Az is lehet, hogy mások folyásolnak be bennünket, és mások mondják azt, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. És mit mutat a kártya ezen a szerdai napon? Ez azt jelenti, hogy ez a férfi gondol rád. Megjelensz a háttérben, az álmaiban,
a vágyaiban, az is lehet, hogy álmodott rólad, de mivel van ez a Lilit energia, lehet, hogy úgy gondolja, én visszahúzódom, ő nem akar velem beszélni, az lehet, hogy ebből nem lesz semmi. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik, a szerencse bolygója. Jupiter jelenti az igazságot, de mutatja az igazságtalanságokat is. Ezen a napon, tehát csütörtökön, a hold befolyás alatt áll Regulus csillagtól. Regulus csillag az egy különleges csillag, hiszen az uralkodóknak, a királyoknak, a császároknak a bolygója egy királyi csillag. Regulus az az oroszlánnak a szíve, tehát itt most ilyen szív dolgokról van szó. Ez lehet egy szív nyitás, vagy odafigyelni arra, hogy mit kedvelsz, kit szeretsz. Itt az a fontos, hogy legyen meg a szeretet, a szerelem. Mi történik ezen a különleges napon? Itt van egy csoport. Ez lehet tényleg a munkahelyi környezet, vagy a barátok, vagy az ismerősök, ahol úgy érzed, én ebbe beletartozok ebbe a csoportba, de lehet családi kapcsolat is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, az jelenti a szerelmi témákat, de utal ránk hölgyekre is. Itt látható, hogy felülről tekintjük a dolgokat. Itt vannak távoli tervek, tudjuk azt, érezzük, hogyan tovább, és itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a célokat elérjük, ahol le tudunk horgonyozni. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, a sors bolygója. Itt látható szerencse a szerelmi élet területén. Ez lehet egy új kapcsolat, az is lehet, hogy ő szerelmet vall neked, lesz találkozás. Itt középen a nap szimbóluma látható, és jelenti vasárnapot. Itt egy jó indulatú hölgyről van szó, aki segít neked. De azt is jelentheti, hogy ez a hölgy téged szimbolizál, és megvannak a jó szándékok. Sőt, azt is jelentheti, hogy ez a férfi így tekint rád, itt megvan a szerelem, megjelensz a gondolataiban, és itt szépek a gondolatok, hiszen itt megjelensz ezen a képen, mint egy jóindulatú hölgy. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.